Bence, köszönöm szépen. Ugye, ahogy mindannyian tudjuk, hogy az osztrák-magyar monarchia részeként, ugye Magyarország a nagy reményekkel kezdett bele a háborúban, mint ugye első világháborúnak, nagy háborúnak is szoktak nevezni. Ezt Olaszországban olaszul tartottam egy előadást, és beszéltem a világháború, nagy háború, és egy német professzor mindenképpen hozzá szeretett volna szólni az előadáshoz, nem sikerült megakadályozni. És megkérdezte, hogy hát mi magyar... És hogy hirtelen nem tudtam, hogy hogy válaszoljon neki diplomatikusan, ugyanis valóban bizonyos nyelvterületeken franciák és olaszok is nagy háborúnak nevezik direkt az első világháborút, mert nekik egy nagy győzelem volt. Én egyszerűen szinonimaként használtam kisbetűvel, és ennyi, de ezt meg kell magyarázni. Az első világháború nekünk egy picit mást jelent. Nagyon érdekes számomra az, amit a szentszégi kutatásokhoz visszatérjek, amit Teodoro Váfrédi Bonzo-érsek, bécsi apostoli nuncius, aki ugye a franc időben a 20-as Budapesti nunciatúra felállításáig Magyarország egy felelős volt, azt írta 18-ban Rómában. Mária országának, Szent István országának vallási jövője egykor dicső történetének döntő fordulópontjához érkezett. Sokat beszélnek a Szent Istváni Magyarországnak a széthullásáról, arról azonban kevesebb szó esik, kivéve ezt a konferenciát, hogy ez a történelmi esemény a magyar egyházszervezetet is szétdarabolta. További nehézséget jelent, ezt már láttuk is az előző előadások alkalmával, hogy az utódállamok vallási összetétele egészen más volt, mint az egykori katolikus többségű monarchiája. A Kalocsa-bácsi főegyházmegye jóval nagyobb része került az új szerb horvát szlovén királysághoz, ugye 29-ről nevezünk csak Jugoszláviának, papjainak 50%-a, egyházmegyei struktúrájának 60%-a, híveinek pedig 70%-a került az új államalakulathoz. Most 41-es diagramok következnek. Két okból, egyrészt lusta volt a 23-osokat csinálni, másrészt pedig a 41-es és a 23-os közötti állapot gyakorlatilag ugyanaz. Ez még egy külön érdekessége van a történetben. És az ősi Kalocsai egyházmegye a török kor követő megújulás óta ugye hagyományosan több nemzetiségű volt, legjelentősebb nemzetiségei a magyar, a német és a délszláv. Ugye ezt illére, ezt a korabeli, ugye 18. százalékos, hogy illérnek nevezték, illérdénycsoportok voltak. Ezt, amit helyben most is Vácnak, Sokácnak, ugye Vácnak, nem tudom, minek neveznek. De egyébként ma már inkább horvátnak, de ez egy külön történet lenne, erről beszélni. Az 1923-as kalocsai sematizmus adatai szerint a katolikusok aránya valamivel az országos átlag felett, a protestánsoké pedig valamivel az országos átlag alatt volt. Bácska területén. Az érseki egyházmegye 150 plébániájából és önálló lelkészségéből ideglenesen 110 kerül szerb megszállás alá, majd a trianoni békét követően végül 90 került a határon túlra. A terület közel 1 milliós népességéből a katolikusok többsége 470 ezer fő került a jugoszláv oldalra. Az 1923-as adatok szerint, amik hasonlók a 41-eshez, a magyar nyelvű plébániák aránya 40%, a német nyelvűeké 14%, a délszláv nyelvűeké 1-2%, két nyelvűeké 29%, három nyelvűeké pedig 16%. A főegyházmegye legnagyobb települése Szabadka, Szabadkirályi város és a többi jelentős helység is a határon túlra került. Szabadka szinte teljes egészében katolikus városnak számított. A bácskai színmagyar katolikus plébániák többsége pedig a Tisza mentén, Ferenc csatornán, ez a mai Duna-Tisza Duna csatorna északra helyezkedett el. A Bácskával szerbek 1918. novemberében vonultak be, az érintett terület a mai államhatárokon jóval túlnyúlt, érintette az úgynevezett bajai háromszöget is. A szerb katonák csak 1921. augusztus 19-én kaptak parancsot a kivétésre, tehát több mint egy évvel a békeszerződés aláírása után.
amelyet bizonyos értelemben szó szerint vettek. A visszaemlékezések szerint az élőállatokon túl mintegy 2000 szekérnyi hívóságot vittek el. A magyar csapatok másnap augusztus 20-án kezdték meg a bevonulást. A Vámlati Lipót Árpád Kalocsa bácsi érsek igyekezett a határ mindkét oldalán lévő papjai és hívei segítségével lenni. A kialakult helyzetben a Szent Széket, sőt magát a pápát is értesítette, illetve többször tájékoztatta. Az újvidéki székhelyű Národnak körbe számára küldött több levele a mai olvasó szemében is diplomáciai mestermunka, levelei azonban nem meglepő módon igen szerény eredményeket tudtak csak produkálni. Az érintetteknek maguknak konstruktív megoldásokat javasolt, így például annak ellenére, hogy nem helyeselte, talán okulva a tanácsköztársaság tapasztalataiból, ne felejtsük el, hogy ebben a korszakban vagyunk, annak ellenére, hogy nem helyeselte, az eskü, tehát a szerb állami eskü levételét javasolta, mivel annak megtagadása erőszakos kiutasításhoz vezetett volna, tehát azt akarta, hogy a papok, hitoktatók, azok ott maradjanak a helyszínen. Ugye megint a lelkedett a piaristáktól megint ugye ott is ugye nagy bemondva egyébként, és ugye leteszem az esküt, nem teszem az esküt a tanácsköztársaság idején, ez egy komoly dilemma volt. A tanácsköztársaság kikiáltása, ahogy említettem, tovább nehezítette az egyházak helyzetét. Váradi érsek pontosan látta ezt a veszélyt, és a Kecskeméti Rendház Historia Domuszának szavaival élve a nagy kaliberű rablóbanda, amit jelentett az egyháznak. 19. májusában levélben rendelkezett arról, hogy akadályoztatása esetén kilebízza az egyház kormányzati jogait. A meg nem szállt területeken a helynöki teendők ellátása leinsőjének áptalandagjait kérte sorrendben, a megszállt területeken pedig Tantos Gyula, Baja Szent István, Bévános Tiszabon, meg a vikerhősi teendők ellátásáról, ugye Baja szerb megszállás alatt volt ebben az időben. Egyéb irány pedig egyáltalán nem volt, nem szeretett volna Váradi érsek helynököket kinevezni megszállt területre. Ez hasonló szerint ahhoz a probléma, amit hallottunk az előbb a delegátusok esetében, mert ez már egyfajta hallgatólagos elfogadása lett volna annak, hogy szétválik a terület. Az elszakadás az a szerb kormánynak volt az érdeke értelemszerűen, valamint néhány pap táplált ez irányú reményeket. Egy korabeli összeírás szám szerint 5-öt sorol föl, ami nagyságrendileg akkor is igen alacsony szám, hogyha szépített érték lenne. A dokumentum első helyen Budánovics Lajost említi, akiről az előbb is volt szó. Budánovics Lajos, Budánovics ugye 20 után nevet cserélt, a Bajmokon a főegyház megye területén született 1873-ban, Kalocsán végezte a kis szemináriumot és a teológiát, majd 1897-es kalocsai papszentelése után több helyen teljesített szolgálatot, tehetséges lelki pásztor hírében állt, azonban a korabeli források szerint kezdettől fogva jellemző volt rá egyfajta öntudatos szlavofil magatartás, amely miatt időnként magyarázkodni kényszerült. Először a bajai ugyanáckör miatt, majd a bének tevékenységek miatt irányult rá a figyelem. A szerb megszállást követően hirtelen újra baján találjuk, akkor már nem Kálvárként, hanem Tébánosként, és nem egy nagy községben, hanem egy szabad királyi város nagy presztízsű Tébániáján, Baja belvárosban. A kiszélesített városi tanács 1919. január 4-én egyhangban választotta Tébánossal középkorászok örületnek, az egyhangúság körülmányban azért most is megvan. Arról, hogy ez valóban hogyan történt, maga Váradi érsek számolva egy levelében idézem. A bajai plébánia betöltésénél annyiban esett hiba, hogy a katolikus közönséget képviselni hivatott városi testületet a megszálló hatalom alakította meg, nem választás, hanem kinevezés útján, és akként, hogy csak nem kivétel nélkül szerb és munyavász lakosokból állította össze a képviselő testületet, holott
A város a katolikus plébániai közönségeinek óriási nagy részét nem azok alkotják. De baján valóban megyes érzelmekkel fogadták a szerbeket, korabeli visszaemlékezés szerint baján az a hírját 19 júniusában, hogy nem csak Szegedre, hanem baján is bevonulnak a pontiféle csapatok, és egy katona hungáriai zászlót készítettek, hogy ezt a bevonulás elmaradt, és két évig rejtegették a belvárosi templomban ezt a zászlót, és csak 21-en tudták kibontani és odaadni a bevonuló magyar csapatoknak. De abban a belvárosi templomban, ahol ugye Budánom is voltak plébános, aki valószínűleg nem ezen a véleményen. A váradi érsek a reális lehetőségeket, én úgy gondolom, hogy figyelembe vettem, amikor döntéseket hozott. Ugye 1920 első napjaiban Budánom és Lajos Szabadkára kerül. Ez a város beérfeküdt a megszállott területeken, illetve az abilai Szentelősz plébánia főegyház ugye a legnagyobb és legjelentősebb plébániája volt. 1920. január 12-én a város rendkívüli közgyűlése, mint kerületság, mint a Isten közfelkiáltással, plébánossá választotta. Ugye ez a választás ugye mi történt, mint baján, de aki esetleg nem tudná, ugye itt egy jogi helyzetről is van szó, ugye most nem nevezgettek ki püspököt mindenhova, papokat, mint most, hanem ugye a kerületság intézményének következtében volt egy bemutatási joga egy szervezetnek sok helyen a kerületságnak, és ugye itt is ugye a kerületság bemutatta a jelöltet, a béke kedvéért meg Váradi Szabadkán is megerősítette, illetve kinevezte Budánovics Lajost, akkor még azt gondolta, hogy ez egy jó ötlet. Ugye, több év kiválást követően három Szent-Horvász-Kovén területre eső egyházmegyei rész, Észak-Szelén és Délbaranya, Bánát, valamint a Bácska 1923-ban kapott adminisztrátort. Érdekes, némileg zavarba ejtő kérdés, Bácsi, másnéven Bácskai apostoli kormányzóság megalapításának a dátuma. Az Acta Apostolici Sirius nem közölte a kilemező dokumentumot, ugye ez azért jól jelzi, hogy milyen képlékeny idők voltak az ilyen alapvető dokumentumokat, hogy a vatikáni magyar közönyhöz azért mindig hozni szokta. A Bácsi apostoli kormányzóság első körlevele hozza Pellegrini érsek belgrádi apostoli nuncius 1923. február 10-én Belgrádban kell dekrétumát, amelyen a Kalocsai Egyházmegye, Magyar Királyság területén rezidáló püspöke és Bácskában lévő papjai és hívei között három éve fennálló nehézkes kapcsolattartás miatt Gunában is Lajost, a Szabadkai Szent Terész templom plébánosát apostoli kormányzóvá nevezi ki, mégpedig, ez is így szerepel az eredeti latin szövegben, a Kalocsai Egyházmegye Szerb-Horvász-Szlovén Királyságban fekvő része számára. És ez idáig rendben van. Ez az első dátum, február 10. Az apostoli kormányzóság fogalmát azonban egy másik dokumentum használja, Őszentsége Államtitkársága 1923. február 15-én kelt irata nevezi kifejezetten adminisztratúrának a szolgonforgó területet, arról értesíti ugyanis váradi érseket, mint Kalocsa bácsi érseket, ez is ki van írva, ez később majd elmarad. Ugye a fennálló mélység miatt a pápa a szentszék rendelkezésére álló bácsi légió, azaz kormányzóság vezetését Budánovics Lajos papa írta. Most a korabeli egyházok szerint is ugyanazt a hivatalt az akkor hatályos egyházi törvénykönyv szerint nem töltetik be érvényesen egyszerre többen. Tehát bizonyos szempontból a 10-es dekrétum érvénytelen, mert a február 10-i dekrétum érvénytelen, mert ugye a február 15-e az, amikor megvonják a joghatóságát a másik személynek. De ez még mindig nem igaz, mert van egy harmadik dátum is, a február 17, ugyanis az általános kánonikus szabályok szerint addig nem lép hatályba egy rendelkezés, amíg nem tud róla az érintett. Február 10-én kapja meg ezt a levelet Vágdirkút Árpád. Azt már mondanom sem kell, Budánom is azért már
ezt a pár napot nem várta ki, február 13-án már összeírta a szabadkállapotságot és átvette a kormányzást. Bárad Égeset pedig már másnap február 18-án elmúlt, születésnapomon, egy másik évben. Ugyanis ő már korábban mondta azt a nunciusnak is, hogy az egyházmegyei szétszakítását nem fogja túlélni. És tényleg egy napra később meg is kap, hogy 47 évesen. Ja, ezek a fennálló bizonytalanságok, dátumbeli, kifejezésbeli eltérések jól jelzik azt, hogy egyrészt egy bizonytalan helyzet volt, folyamatában alakult, másrészt a határ két oldalán egész másként álltak hozzá. Ami viszont érdekes, hogy az egész folyamatnak az egyetlen, utólag nézve egyetlen biztos pontja az Kodály és Lajosnak volt a személye. Az egész ő köré íródott föl. Nagyon érdekes egyébként, 1920-as aktákat nézegettem a Kalocsai levéltárban. Vannak szabadkai egy plébániának az iratanyaga, ott minden rendben van. Bemutatják, kinevezik, kér, ráadásul kiváló magyar nyelven, még 20 után is kér engedélyt a főpásztortól, visszakapja, költségkényen visszajárás. Ugyanakkor meg a személyes anyagban jönnek a visszajelzések, hogy akkor most akkor mi is van, és Budában is nem is az ennek mutatja magát. És nagyon érdekesek a magyar nyelvű iratok, a magyar kápránok azzal ugratták 20-ban Budában is Lajost, hogy oké, rendben van, hát ugye Páradi nem tud jönni bérmálni, ki fog nevezni egy segédpüspököt. És Budában is meg fölrobbant, hogy ez az ő tudta nélkül semmi ilyesmi nem lehet, mert szertkormányságet itt a Bácskában itt a főnökén, mert ugye ez volt 20 tavaszán, tehát frissen érzett téváros volt, és még a többedék végeszerződés sem lépett a tájban. Másrészt pedig azt is jelzi, hogy a magyarok szerintem komolyan sem vették, hogy ez tényleg megtörténik. Hogy tényleg ott lesz a határ. 41. április 10-én ugye Horvátország kijelentette a függetlenséget, ugye másnap a magyar csapatok bevonulnak, és hamarosan Zicsi Gyula érsek visszaveszi a kormányzását az egyház megyének, Budának is nem akar lemondani önként. Szóval ugye a szentszék csak ugyan akar, de nem mond le. Ugye az elmúlt 20 év horvátosodási törekvései mentek volna tönkre az ő lemondásával, így végül 41. május 1-i hatállyal Angelo volt a budapesti nuncius, ugye határ változott, ugye már budapesti nuncius volt illetékes nem a belgrádi, leteszi Budának is Lajost, aki egy darabig a budapesti Tököli úti kolostorban él, aztán Szentendre a Mátrabé Szent útra internálják, és 44-ben tér vissza Szabadkára, akkor kap rá engedélyt, és 46-ban veszi majd át újra a kormányzást, és itt megint az érdekes, hogy akkor mi legyen, hogy az egyházjogászok szerint, mikor Zicsi Gyula meghalt, akkor újra egyesült a két terület, ugye már nem volt akadályoztatva a másik, viszont Horváth káptalani helynök elköveti azt a hibát, hogy a nunciustól kér megint a apostoli kormányzói kinevezést a Bácskára. És akkor a kalocsai jogászok kitalálták, hogy akkor ezt később el kell felejteni, ugye aztán jött Latfelder kinevezése, aki nem foglalja a széket, hogy ezt egyébként, viszont ősz érseknél már valószínűleg egyesült hivatalosan is megint a bácsi, apostoli kormányzóság és a kalocsai egyház mondja, mert ugye azt hivatalosan meg se szüntetik, hanem azt csak úgy megszűnik megint. Először 44-ben úgy, hogy a bácsi apostoli kormányzó lesz a kalocsai érsek egy szemében, és aztán ugye a következő érsek váltáskor csak úgy megszűnik. És majd 46-ban jön vissza megint tehát 44 őszén visszajön Budánovics, akkor még helynöknek kinevezi. Helynöknek kinevezi gőzérsek, és 46-ban megint kinevezik a postuli kormányzóvá, és 58-ig az egyházmegyét kormányozza, viszont a szabadkai egyházmegyét csak 1968. január 25-én alapítják meg, tehát 45 évben az apostoli kormányzóság megalakítása, és 10 évvel Budának és Lajos halála után, a Szentszék igyekezett kívánni a dolgoknak az alakulását. Másik érdekesség, hogy a magyar oldalon a határrendezésre csak 93-ban kerül majd sor.
ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és ha megnézzük a nagy lecskeleki részt, ott a 80-as években alakítják az önállamos községet. Tehát egy nagyon hosszú folyamat ez a, ami végül is 93-ra bizonyos szempontból lezárul a bácskai-bácsi részek tekintetében. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon köszönjük Tóth Tamásnak ezt a tulajdonképpen egyházi közigazgatás önmagában egy száraz téma lenne, de ön izgalmasan adta elő, hogy még elhallgattuk volna ezt a szövevényes, bonyolult történetet. Így hallgatván értem, hogy a Szent Cég miért türelmes, hogy a politikai változásokra nem ugrik azonnal, hanem türelemmel vár, amíg az idő beér annak a határváltozásnak a tartóságát, vagy éppen felülírja egy újabb valamilyen politikai kataklizma. Hallanak olyan a kedves hallgatóság tagok, kérdezzenek Tamástól. Így a Bácskában 41 és 44 között. Ez volt a mondása, ugyanis ő még a régi Kalocsai főegyház megyébe, Kalocsa bácsi főegyház megyébe született bele. És Beresztócival együtt komoly feladat vállal 1941-ben. Ugye mindenketten a minisztériumban is dolgoznak, és a bácskai részek érseki biztosa az 41 májusában Ilyas József lesz, és ő tulajdonképpen az apostoli kormányzóval kinevezett zicsi érsek teljhatalmú megbízottja a bácskai területeken, komoly fölkérdések, ez plébániák, kalcsoliskola nővérek, nyelvi helyzet, nagyon sok minden, egy nagyon értékes és nagyon izgalmas iratanyagot állít össze, ami ma is megvan. Foglalkozom is egy korábbi tanulmányomban, amelyből pontosan ezt tartott, ő ugye Kalocsán, őt apostoli kormányzónak, tehát idegenes állapotnak gondolták folyamatosan, míg Budában is önmagát megyés püspöknek, rezidenciális püspöknek definiálta, kicsit a gándonyok ellenében is. És ugye ez okozza a két látás mögötti különbséget, és Ilyas jön, és látja 41-ben, amit egyébként tudtak a hírekből, hogy hát itt kérem szépen, itt egy önálló egyházmegyét épített föl valaki, akinek erre nem volt felhatalmazása. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. És ugye idős kalocsai papok mondták nekem, hogy egyszer való ezt egy előadáson elmondtam, hogy ja, most már érték, hogy az Ilyas mi nem tette a sose a lábát Jugoszláviába. Ugye 44-ben ugye, visszavonul, és aztán tulajdonképpen ő lesz, ez is megint egy nagyon szomorú dolog, így milyen szempontból, hogy ő lesz az első kalocsai érsek, már bács nélkül. Ugye 1968-ban megalapítják a Szabadkai Egyházmegyét. Ugye érdekes ez is, hogy a Budán-Magicsék úgy 10 évvel az apostoli kormányzóság megalakítása után elkezdenek az ősi bácsi egyházmegyéről beszélni, ami most újra önállóvá válik. De ugye ez egy identitáskeresésnek volt a része, ez nem volt kezdettől fogva benne az ő köztudatukban. Itt van egyébként egy kép Ilyas Józsefről, 42-ben itt a határ szemlével a bácsiról küllődünk, ezt folyt, hallgat most a Duna mentén van. És Ilyas, aki maga is bonyabán származású volt, egész másképp látta az egész történetet, mint mondjuk Budában, csak szintén bonyabán származású volt. Nagyon azt érezte, hogy ő megyés püspökként tudna tevékenykedni,
hogy ez mennyiben mutatkozott meg, akár a jugoszláv hatalom felé, hogy a konkordátumot minél hamarabb el tudják fogadni, és így akár egyházmegyét is tudjon alapítani, vagy a Szentszék felé, hogy mennyit próbálkozott esetleg. Budában az egyetlen is kihelyett. Hát mindig csinált valamit, amire akkor még nem volt hatalmazása. Ez volt ugye az apostolkormányzóság, egyházmegye mindenféle szinten. És ugye így volt ez azzal is, hogy ugye ő a Szent Kormány abszolút bizalmát élvezte a 18 novemberétől fogva. A szerbek egyből betették őt a célkeresztbe, hogy na ő a mi emberünk, és Kodánovics ezt komán is vette. És ugye a konkordátum azért érdekes, mert 1936-ban egyházmegyei zsinatot tartott. Ez azért érdekes, hogy a 17-es kódex előírta, hogy 10 évenként egyházmegyei zsinatokat kell tartani, ezért volt szó, hogy korábban egy 27-es zsinatról is, hogy ez pont 10 év után van 10 éve. Tehát ő 36-ban egyházmegyei zsinatot tartott, a prokánonokat, egy 170 oldalas dokumentumot hozott létre azzal kapcsolatosan, hogy akkor mi is legyen. És ugye az is bátoríthatta őt ebben az egyházmegyei zsinatban, ami igazából nem volt egyházmegyei zsinat, hogy 35-ben aláírták a konkordátumot, és ugye a Szerbiának feltétele volt az, hogy önálló egyházmegyék legyenek, de idegen országból való egyházfők ne kormányozzanak szerb területen, ugye Bosznia-Szlovákia, Csehszlovákia kapcsán is. Az más kérdés, hogy a konkordátum a szerb ortodoxok ellenállása miatt sose lépett életbe. Tehát igazából megint nem alakult meg az egyházmegye, de Józsi tartott egy egyházmegye is meg. Akkor köszönjük szépen Tamásnak a remek előadást, és ebben a